Sziasztok, kedves emberek, és elkezdtünk a legújabb videónkhoz. Itt van velem Andreas. Sziasztok. És itt van velem Bálint. Cső. Egy új kamera nézetből, mert most már Rebekának is van kamera, és azt használjuk ahhoz, hogy Bálint csodálatos kopasz fejét mutassuk meg nektek. Ebben a videóban csókházasság halált fogunk Andreasszal játszani. Bálint, mivel elég öreg és már nem rúg labdába a lányoknál, illetve hát ugye már az ő felesége férjezett. Nem tudom, úgy akartam mondani, hogy feleségezett, de azt szerintem elég hihagzom, így is megértik. Oké. Szóval Bálint fogja nekünk mondani a hölgyeket, és ki kell válasszuk, hogyha az adott szituációban tökéletesen muszáj lenne választani, akkor mit választanánk, megcsókolnánk, elvennénk feleségül, vagy halálra ítélnénk, mert hogy az az utolsó lehetőség, és kötelezően kell választani. Jobb felől tőletek jobbra ül a barátnőm, úgyhogy okosan kell majd csináljam a dolgokat. Nekem is van. Ő otthon van. Fölfújható? Nem, ez a normális. Ez a rendben. Ez az új, ez a Bionic. Ja. Úgyhogy... $1000 volt. Azt így meg kell beszéljük, hogy ez olyan esetben beszélünk, hogyha nem lenne barátnőnk. Így van. Igen. Tehát kizárólag. Nehogy azt higgyétek, azért, mert Rebecca nekem van, azért megcsokolnám a lányt, ha lenne rá lehetőség, vagy bármi, hanem ez csak egy játék, és olyan esetben, hogyha kötelezően kéne választani, másképp meghalnám, mit tudom én, bármi. Bálint, készen állsz? Ready to go! Let's get it to Rambo! Jönem. És na, akkor toljuk. Kérdezzétek, hogy tényleg olyan öreg? Hát igen, elég. Igen. Halljuk az első három hölgyet. Kovács Patrícia, Dobó Kata, igen. Nyári Dia. Ebből egyet talán ismerek, szóval. Tehát Kovács Patrícia, nektek is fogjuk mutatni. Ő Kovács Patrícia. Kovács Patrícia egy színésznő. Színésznő. Én nagyon nagy színész, főleg magyar színész rajongó vagyok. Ő egy magyar színésznő. Ki? Dobó Kata. Szia, van még egy persze. Ja, őt tudom ki a... Ő nagyon! Ő a Dobó Kata. Ő régen jó volt, nagyon. És ki a harmadik vele akkor? És Nyári Dia. Nyári Dia. Barátok közből. Én azt hittem, hogy az nem az. Az ő. A nyári lányokból az egy. Ő a nyári Dia. Büszkén pózol gömböly. Ó, ő terhes vagy volt? Már megszületett. Akkor jó, akkor ne haragudjon tényleg, hogyha véletlen. Jó. Már maga te, ne haragudjon maga ön. Maga ön, elnézést. Fiatal vagyok. Ti, mert ketten vagytok. Igen. Na haver, kezdte. Jó. Tehát akit megölnék, az a Patrícia lenne. Igen. Miért? Mert nem tetszik. Szeretem, mint színész, mert láttam egy-két filmben, meg sorozatban is volt szerintem. De nem jön be annyira. Majd hangosabban beszélj. Jó. Nem jön be annyira! Igen. Kicsókolnál meg? Kicsókolnék meg. Ha lehetne úgy csinálni, hogy visszavinnénk az időt, akkor a másodikat. A Dobókat, a miniszter félrelép időpillanatában. Igen, egy 10 évvel visszamennénk, akkor Dobókat átcsókolnám. Rátok is, fölösen nézek rátok. Jó, de majd a nézők. Oda is nézek hozzájuk, hogy... De jelen pillanatban... Diát. Nyári Diát, igen. Nyári Diát. Tehát, és akkor feleségül venném Dobókat el. Nem? Hát akkor igen. Igen. Akkor nem. Akkor megcsókolnám Dobókat. Húha! Ugyanek háromnál járunk, és itt bajba vagytok, srácok. Megcsókolnám Dobókat, tehát és feleségül venném Nyári Diát. Én is én. Valahogy ez szerintem ez az egész játék, vagy az egész kifejezéskör, ez a megcsókolnám, megölni, nem tudom, hogy az szerintem ezt a megölném, mert senki ne gondolja komolyan. Ja nem, csak ha választani kéne. Adhatunk neki egy olyat is, hogy nem tudom, nevezzük el máshogy. Passzolnám esetleg. Passzolom, igen, skipelem, passzolom, ez a megölném, ez egy ilyen elég durva. Morfi. Igen. Egyébként csatlakozok ehhez. Hát jó ízlésünk van, ezt kell mondjam egyébként. Jön a következő. Na lássuk. Tehát... Hú, egyébként. Báli, de olyanokat is válasz, akik nem a te korodban. Nos, nézzük. Majd te anyukákat dobsz be nekünk 20 évesen. Jó. Mai akkor... csibéket. Mi lenne, hogyha Emira Tajkovszki, és most ne röhögjetek. Ne legyél hülye. Tana Mongő. Várjál már, várjál. Emira Tajkovszki. Ja. Igen. Tana Mongó, Mongő, Mongeau. Jó, megvan? Az te nem Mojo, te.
Azaz, te nem old Joe, én is erre gondoltam, hogy egy dolog. Igen. Te Bálint korábban még az angolt nem tanítottál. Viki Odintková. Viki Odint... Te so... Azt meg se kell mutatni. Azt meg se kell mutatni azért. Hülye vagy, haver. Én be kell valamit kértem egy kis segítséget, mert tudom, hogy ti követtek ilyeneket. Ő az. Kaptam. Tudod melyik a Viki Odintková? Mutattam nem egyszer. A kis orosz. Orosz. Így van. Kezdem én. Jó. Ha jelöltem lennének, én így... Hát egyértelmű. Hát ott tudod azt, hogy nincs mit tenni. Hát jó, de mégis azért kell dönteni, és nehéz. Mert már ugye mindegyik csúnya szívem, így van, tehát persze. Nem arról van szó, hogy... Ugye bár... Én tudom. De az, amely befolyásolsz, hogyha... Mondja. Jó, Odintkovát feleségül venném azonnal. Akit megölnék, az a... Első volt? Nem az, a Stenem második Ojo. Volt. Igen, a második volt, és az első... Arra Tajkovszkit megcsókolnád? Igen. Okos. Okos. Nekem is így. Na az a baj, mindig, ez a következőt én mondom előre, mert jó, egyébként kb. Mindig ugyanazt fogjuk mondani, de talán, én mondom, hogy Ratajkovszkit azt úgy, nem, azt úgy inkább az Odintkovát elvenni, igen. Habár egyszer úgyis megöregszik, nem mindegy. Srácok. Fú, mondjál valami olyat, hogy a vérnyomásom annyira ne menjen fel, Lili, most. Nézzünk akkor, térjünk vissza kicsit a magyar régióba, ugye muszáj föltenni kérdést. Haver. Palvin Barbit, Mihaly Kenikő, és... Enikő mi? Legyen Sej Judit. A neki ízéje van, benzinkutya? Így van, így van. Az öreg Sejnek a lánya. Ugye? Mi? Sej. Biztos, hogy jóra gondolom. Itt van. Akkor... Ki volt a második? A második az Mihaly Kenikő. Mihaly Kenikő volt. És Palvin Barbie. A Palvin Barbit, a Barbit elvenném. Az biztos. Hát akkor... Mihaly Kenikőt... Megcsókolnám. De most te mondod. Hát igen, a Mihaly Kenikőt megcsókolnám, és igen. A Shellt megpasszolnám. A Shell azért, ő már szintén próbáltam, igyekeztem az idősebb korosztályból is választani, ugye? Hogy... Mi sem értjük, hogy miért. Fiatalok legyenek. Nyilván én is idős vagyok. Ugyanígy, de... Így van. Na jó. Akkor azt mondom, hogy nézzünk rá újabb külföldi vonalra. Csúszáljunk rá. Summer Rae. Sommer. Nem Summer, Sommer. A Summer Rae te. Erika Costell. Az a Jake-nek a... Ez a Summer Rae, tudod. Igen. És legyen egy... Lauren Gray is, ha már van. A Lauren Gray, mivel nincsen még 18, neki legyen egy puszi. Vagy a Summer Rae-nél ugye marad a többi, és van még az Erika Castell, akkor legyen a... A Summer Rae-t venném el... Az Erika Castell-t passzolnám, és a Lauren Gray-nek adném puszit. Én is így csak szerintem megcsináljam a Summer Rae-t passzolnám. És kit vennél el? Hát azt a másik Rae. Kit a Jake Paulnak a volt nője? Inkább mint... Hát az nem jó. Jó gyerekek, lépjünk túl, sohanyunk tova, mert úgy érzem, ennél sokkal jobb kör érkezik most. Na. Előre csak tud kimondani. Amanda Cerny. Hát Amanda Cerny. Haver. Várjatok, van egy Lily Lelepons. Poncs? Lelepons. És egy kiszeltünde. Ezt nem mondod komolyan. De kérlek, ebből a triumvirátusból válasszátok ki. És aki nyer, az egy naptárat is kaphat majd. Na, szóval választhatok akkor. Hát a kiszeltündét elvenném. Nyilván. Mennyi pert nyernénk egyébként? Fú. Tündeném én, vigyázz. Egyébként nem. Innen üdvözöljük, jó egészséget neki és a kedves lányának, és várunk a 2019-es naptárat. Nem soká felnő a lánya. Nem nőtt már fel? Hogy nem nőtt volna? Hány éves a lánya? Úgy nézel ki, mint aki együtt növök a lány, és itt tisztában vagyok vele, nem követem. Lehet, majd idősök. Akkor az Amanda Cernyt elvenném. Ki volt a másik? Aki szerintem... Lelepons. Akkor őt csokolnám meg. Én passzolnám biztos, nekem az a nő úgy... Hát akkor egy kiszeltűnél megcsokolnám, mi? Meg hát.
hamarabb, mint hogy elvenném a Leila, vagy hogy én nem elvenném. Lele. Én az Amanda Sörnit venném. Ja, hát elvenném Amanda Sörnit. Ja, hát igen. Megcsokolnám kiszeltűnőt és passzolnám azt a Leila üzét. Karácsonyra András fog kapni a születésnapjára egy naptárat. Én pedig egy angol kiejtés szótárat idézem. Na, akkor úszunk vissza kicsit a magyar részlegbe, nézzünk egy olyat, hogy Iszak Eszter. Ez egyébként annyira... Dérheni. Vigyázzunk. Nehéz kör. Kör. És... Úristen, elfelejtettem a nevét annak az énekes lánynak. A barátnőtök meg. Karola? Nem Karola, hanem... Opi. Akkor Iszak Esztit elvenném. Ki van még? Opic, Iszak. És Dérheni. És Dérheni. Dérheni megcsokolom, Szirheni. Szervusz, kérlek. És a Barbit meg passzolnám. Egyébként semmi bajom vele. Iszak meg... Esztit. Elvenném. Ja, elvennél, eljöttem. Elvenném. Gyanúsan néztél Bálint? Igen, mert Palvint értettem, ami az előző körben elment. Hát én is Esztit elvenném. Hát ugyanaz. Fú, te nekem nagyon-nagyon egy dugóra jár az agyat. Barbira nem tudok úgy gondolni. Én sem tudok, sajnos. Szorítunk neked helyet. Mi pedig köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Reméljük, hogy tetszett nektek. Kicsit úgy jött le, mintha két darab kanos húszegyesít. Elmondanál a nagyvilágról az életet. Mi? A nagyvilágról az életed? Feleséges férjezed? Köszönjük, hogy velünk... Mondjad, András. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk! Velünk a következő videóban is. Dezső Bence voltam, sziasztok, itt volt András. És elérhetve az a videó, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, még nem vagytok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, fiúk. Találkozunk a következő videón, sziasztok! I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins.